Nem régen érkezett haza Erdélyi útjáról Szilágyi Áron, a Leskovszki hangszergyűjtemény vezetője. Székely gyermekeket tanított zenélni különféle hangszereken, vagyis leginkább a dorombon. És itt is van velünk ma a kiemelő stúdiójában. Üdvözöllek, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Azért én nem vagyok nagy hangszerszakértő, de hogyha magát az erdélyi kultúrából, meg az ottani kis közösségekből indulok ki, akkor úgy bennem rögtön felmerül az a kérdés, hogy vajon innen kell menni egy szakembernek oda hangszereket mutatni a fiataloknak, és nem fordítva kellene? Tehát azt feltételezném, hogy ott ugye a fiatalokban sokkal jobban él az, hogy nap mint nap használják a különféle hangszereket. Én nem gondolom, hogy sokkal jobban él, vagy itt él kevésbé. Mindenhol vannak olyan közösségek, akik a népi kultúrára nyitottak. És a doromb az egy nagyon speciális hangszer. Az azért különleges, mert magyar nyelvterületen csak a moldvai csángók használják ezt autentikusan. Az összes többi népzenei dialektusba ez a táncáz mozgalommal bekerült, mert kedves hangja van. De nem csak Magyarországon népi hangszer, hanem a világ minden részén használják a dorombot. És ezzel az utammal az volt a célom, hogy olyan gyerekközösségekbe jussak el, akik egyébként nem találkoznak ezzel a hangszerrel, vagy hogyha találkoztak is vele, nem volt lehetőségük kitől tanulni. Hiszen a Moldvában már nem nagyon vannak olyan emberek, akik játszanak doromban. Ez tulajdonképpen kihalt onnan ez a hagyomány. Egy-két játékos van még, én őket jól ismerem, ők viszont nem tanítanak. Úgyhogy felkerekedtünk az őszi szünetben a családdal, és két gyermekemmel együtt, akik már olyan korba értek, 9 és 11 évesek, hogy már ők is meg tudják mutatni a korabeli srácoknak, hogy is működik, hogyan kell megszólaltatni. Áron, ez egy rendkívül egyszerű hangszernek tűnik. Nekem egyébként van, és konkrétan tőletek, és én, amikor a kisgyermekemet vittem hozzátok, azt tapasztaltam, hogy ez a doromb, nem tudom, remélem a nézők többség azért ismeri. Hát, ha nem ismeri, akkor megmutatom. Megmutatjuk. Hát, persze. A maga megjelenésével, a hangjával az gyakorlatilag egy meditatív állapotot idéz elő az emberbe, hiszen egy nagyon egysíkú, de nagyon nagy rezgésen működő hangszer ez. Mit vált ki például Erdélyben az ottani fiatalokban? Mit tud kiváltani? Amit én mutattam meg, alapvetően mindenki rákattan azonnal, hiszen van egy nagyon intuitív hangszer, egy olyan, hogy bárkit 5 perc alatt az alapjaira meg lehet tanítani, és utána mondjuk még egy olyan másfél óra alatt pedig igazán élvezetessé lehet tenni a játékot. Nekem egyáltalán nem volt szándékomban az, hogy én erdélyi dallamokat, moldvai csángó dallamokat tanítsak az ottani gyerekeknek, hiszen arra ott vannak az ottani játékosok. De fontos volt, hogy rákattanjanak, hogy menő legyen, hogy ráérezzenek arra, hogy ez mennyire klassz dolog. És megtanítottam az alapfogásokat, az alappengetéseket, sőt nem megtanítottam, megtanítottuk a kisfiammal, meg a kislányommal együtt, és nyilván ráéreznek erre, rájönnek, hogy hú, hát ez egy cool dolog, és utána sokkal fogékonyabbak lesznek arra, hogy az ő saját hagyományos dallamaikat is ezen játsszák el. Meg ismerik azokat a népdalokat, amiket ők egyébként ott énekelnek, és az utána doromban sokkal könnyebb eljátszani, de hát természetesen erre ott vannak azok a nagyon csúnya szóval éve adatközlők, azok az emberek, akik az apjuktól, nagyapjuktól tanulták a dorombjátékot, és még ott élnek Moldvában, hogy ezt megmutassák a gyerekeknek, de roppant jó túra volt egyébként. És ilyenkor a Szilágyi család itthon belül a kocsiba is visz magával több száz dorombot, amit ott is tudtok hagyni, vagy tudtok hagyni hangszert a srácoknak, lányoknak? Annyi vittünk elegendő dorombot, ami a foglalkozásokra elegendő volt, és nyilván azokban a közösségekben, ahol tudtuk, hogy hátrányos helyzetűek a gyerekek, mint például Torockon a Kis Szent Teréz gyermekotthon, ami Böjte Csaba alapítványához tartozó gyermekotthon, tudtuk, hogy nyilván ez egy nagyon hátrányos helyzetű gyermekek vannak, ott hagytunk ott hangszert, valamint a moldvai csángó gyerekeknél is, akikről tudjuk, hogy tényleg nagyon nehéz anyagi körülmények között, valamint egy nagyon elszigetelten élnek ott a román közösségen belül, mint magyarul beszélő fiatalok, ott is hagytunk olyan dorombokat, amin utána a kitartóbb gyerekek, azok, akik erre rákattantak, tudnak dorombozni. De például voltunk Marosvásárhelyen, ami egy nagy város, ami... Sajnos a zenei kultúrájáról. Így van, így van. Ez nem csak egy nagy város, de egy nagyon városias nagy város is, ahol jómódú fiatalok, szülők és gyerekek jöttek, ők meg
kiválasztották a készletből azokat a dorombokat, amik nekik tetszenek leginkább, és akkor ezeket ott meg tudták vásárolni. Úgyhogy mindenki hangszerrel a kezében gyakorolt. Ugye, ha már egy olyan párhuzammal, vagy inkább egy olyan megállapítással kezdtem, hogy vajon kell-e Erdélybe menni a fiatalokhoz hangszereket bemutatni, akkor most jöjjünk vissza haza. Ugye, hogy hazaértél Erdélyből, a hétvégén ugye műhelynapokat szerveztetek, ami a Fringe Fesztiválnak egy ilyen bemelegítő programja volt. Itthon mennyire fogékonyak a fiatalok, és például egy ilyen mutasd meg önmagad típusú fesztiválra mennyire választják azt, hogy akkor én valamilyen hangszeren fogok valamit megmutatni magamból? A Kecskemét Fringe Fesztivál a Híros Agórának a rendezvénye. Fiatal tehetségeket kutatunk föl minden évben, és várjuk a jelentkezésüket. Hát ez már több mint 13 évvel ezelőtt elkezdődött, és amit most szombaton szerveztünk, ez a Fringe előtt, Fringe után, ez pontosan arról szólt, hogy azok a fiatalok, akik eddig vagy részt vettek a Fringe-en, vagy ezután tervezik, hogy jelentkeznek, a tudásukat bővítsék. Én kifejezetten a zenei területért voltam és vagyok felelős, és ez arról szólt, hogy ha van egy éppen kezdődő, formálódó zenei produkciót, egy zenekarod, akkor hogy tudsz jól megjelenni a közösségi médiában, hogy tudod szervezőkhöz eljuttatni a produkciódat, hogy lehet akár egyéni szólista zenészként karriert építeni. Ez kifejezetten a karrierépítésről szóló szakmai workshopokat szerveztünk, ami nem nagyon száraz volt, hanem inkább élvezetesre terveztük, úgyhogy végén volt közös zenélés és közös dzsemelés Dés Andrással, akinek kiváló ütőhangszeres. És visszatérve a kérdésedre, hogy mennyire fogékonyak. Én azt látom, hogy fogékonyak a mai fiatalok, azok nagyon fogékonyak. Nyilván meg kell találni azt a nyelvezetet, azt a módot, hogy betaláljunk az ő érdeklődési körükbe. Valamint az is fontos, hogy legyen az tér, megfelelő hely, ahol ők fizikailag is tudnak találkozni, és nem csak az interneten, hanem ahol ők össze tudnak gyűlni, ahol a kreativitás tud burjánozni. Így van. Pontosan ez lenne a kérdésem, hiszen ha ti tevékenységeteket nézzük, akkor ti már valamilyen szinten csecsemőkortól próbáljátok megfertőzni a gyerekeket, és ugye próbáljátok megszólítani a kamaszokat is, akár a felnőtt korúakat is, de az egy dolog, tehát nagyon nehéz behúzni őket egy ilyen helyre, egy ilyen kulturális programra. Valami más helyszínt is kellene neki biztosítani, ahol találkoznak az élő zenével, az élő kultúrával, ahogy ez volt a régi időkben, ahol különböző klubok működtek. Tényleg probléma az, tehát a mai fiataloknak tényleg igénye lenne, például Kecskeméten színvonalas szórakozó helyekre, vagy őnekik már hagyjuk meg a közösségi oldalak és a internet világát egyfajta közösségi szintén. Én úgy gondolom, hogy mint bárhol máshol a világon, Kecskeméten is nagyon fontos szerepe van annak, hogy a közösségépítés korán elkezdődjön, hogy a személyes találkozások, azok az inspiráló beszélgetések, azoknak kell tér, az valóban nagyon fontos, hogy legyen egy olyan hely, ami lehetőséget ad arra, hogy a kreativitás működjön, hogy élőzenét lehessen játszani, ahol mondjuk meg lehet hallgatni olyan zenekarokat is, akik inspirálólag hatnak a fiatalokra, vagy csak egyszerűen találkozni a hasonló gondolkodású fiataloknak egymással, és valóban nyilván egy ilyen helyre, ami kellő befogadó képességű, szükség van ebben a városban is, de biztosan lesz erre megoldás, reméljük, hogy minél előbb. Ha más nem, akkor a fiatalok így a föld alól előbb bújnak, mert azért az elmúlt éveket, ha nézzük, én azt látom, hogy Kodály városának főterén egyre több utcazenész fiatal így kiteríti a Pokrócát, a Hegedű Tokiát, és játszanak, és rendkívül helyesek, és úgy gondolom, nagyon nagy szükség lenne rájuk. Én munkámból, meg ami egyben a hobbim is, abból adódóan nagyon sokat járok különböző helyeken, különböző nyugat-európai városokban, meg másfél is, és azt látom, hogy a városnak többek között az adja meg a városiasságát, attól lesz igazán pezsgő, hogy ezek a fiatalok fesztelenül bemutatják a művészetüket, akár az utcán is, és a város ennek lehetőséget ad. Itt Kecskeméten nyáron több alkalommal hallottam, hogy valóban ott zenéltek a
főtéren, a zöld területen, és a városba járó turisták pedig örömmel hallgatták, örömmel nézték, vagy akár telepettek le melléjük. Szilágyi Áronnak köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, és remélem, hogy sok hasonló kezdeményezésről tudunk majd még a jövőben veled erről beszélgetni. További jó munkát kívánok. További szép estét. Folytatjuk a kiemelőt.